Üdvözlöm nézőinket, jó napot kívánok! Tegnap a 60 évvel ezelőtti magyar forradalomra, 1956. októberének utolsó napjaira emlékeztek mindenhol, ahol magyarok élnek. Arra, hogyha csak szűk két hétre is, de Magyarország szabad ország lett. A forradalmat a Műszaki Egyetem hallgatói és a csepeli munkások robbantották ki, de hamarosan melléjük álltak idősek és fiatalok, városlakók és vidékiek. 1956. novemberében a szovjet tankok szétlőtték ezt a szép elképzelést, százezrek kerültek börtönbe, vagy kényszerültek emigrációba. A forradalom hírére sokakban megfogalmazódott a gondolat, hogy itt, Erdélyben is tenni kell valamit. Erről beszél majd adásunkban Nagy Benedek történész, egykori politikai elítélt. Mai politikai háttérműsorunkban is szó lesz az erdélyi 56-os megemlékezésekről. Műsorunk végén pedig beszámolunk a 10. Gyergyószárhegyi Káposztafesztiválról. A következő 20 percben néhány aktuális témát járunk körül. A heti krónika következik Mosoni Emőkével. Jó napot kívánok, Önök a heti krónikát látják. Bizonyára mindenki hallott már Patarétről, az ottani szeméttelep lakóiról, de vajon hányunkat érdekel a zömében roma családok sorsa? Pedig egy jelenséggel állunk szemben, a kilakoltatás a kiszolgáltatottság jelenségével, és hát a szolidaritás hiányának a jelenségével. Nem sokára itt a heti krónikában a pataréti helyzetet feltáró kötetről lesz szó, amelyet nemrégiben mutattak be Bukarestben. Most indítsunk a Kolozsváron tartott 1956-os megemlékezésről szóló hírrel. Tegnap határon innen és túl az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára emlékeztek. A szovjet megszállás ellen folytatott magyarországi forradalommal számos erdélyi szolidarizált, román és magyar egyetemisták egyaránt. A forradalmat leverték, a megtorlás nem maradt el. A 60. évfordulón Kolozsváron a sétatéri emlékműnél az RMDS és a Kolozsvár Társaság tartott ünnepi rendezvényt. A város számos helyszínén zajlott megemlékezés, istentisztelet, kiállítás megnyitó, gálaműsor és fáklyás felvonulás tette ünnepélyessé a kerek évfordulót. Szabadság csak ott lehet, ahol az emberi méltóságot, a közösségi törekvéseket nem írja felül a félelem. Horváth Annát kolozsvári polgárként konferálták fel az 1956-os forradalomra emlékező rendezvényen. A befolyással való üzérkedés gyanúja miatt bírósági felügyelet alá helyezett Horváth Anna beszéde személyes hangvételű volt. Aki 1956-ról gondolkodik, az elsősorban a mánok kérdéseire, tusakodásaira keresi a válaszokat, indította beszédét. Ma a magyar nemzet Erdélyben egy olyan többségi társadalom része, amelyet a gyanakvás, a félelem, a kiábrándultság, a széthúzás tesz könnyen manipulálhatóvá, gyengévé, sebezhetővé, fogalmazott Horváth Anna. Ha abból indulunk ki, hogy minden alapvető társadalmi szemléletváltás egy olyan forradalom, igen, forradalom, amelynek sorsa az emberi fejekben és lelkekben dől el, akkor a romániai társadalom és ezen belül az erdélyi magyar közösség újjáépítése is a fejekben, a lelkekben kell elkezdődjön. Ez a forradalom a családokért, a munkahelyekért, a fiatalokért elszántsággal végzett közszolgálat, a tisztességesebb, őszintébb, emberközeli politika menetelése kell legyen. És mivel mindannyian tudjuk azt, hogy a forradalmaknak mindig hatalmas ára van. Azzal is szembe kell néznünk, hogy ennek a menetelésnek is voltak, vannak és lesznek áldozatai. De a mostani helyzetemben erősebben hiszem és vallom, mint valaha, hogy bárkit közülünk félreállítanak, százak lépnek a helyébe. Dávid Gyula, irodalomtörténész, 1956-os elítélt, azt mondta, az erdélyiek 56-a azután kezdődött, amiután a forradalmat leverték.
Akkor kellett vállalnunk azt, amit a rádióhallgatás közben vagy baráti beszélgetésekben mondtunk, azokat az együttérző szavakat, esetleg sokan azokat a cselekedeteket, amiket hát mondjuk a házsongárdi temetői kimenetel is ezek közé tartozott, akkor kellett vállalnunk, mégpedig nem csak a nyilvánosság, hanem a katonai bíróságok előtt. A kerek évfordulón két kiállítás is megnyílt az Erdélyi Református Múzeumban, 1956 Erdélyben, illetve 1956 a Magyar Kortárs Művészetben címmel. Itt láthatóak első ízben egy helyen az erdélyi 56-osokhoz kapcsolódó emlékek, megfigyelési dokumentumok, fotók, kihallgatási jegyzőkönyvek, újságcikkek és belügyminisztériumi igazolások. Budapesten ellenzéki tüntetés és fügykoncert kíséretében zajlott a tegnapi megemlékezés. A központi Kossuth téri rendezvényre az ellenzéki tüntetőket nem engedték be, ám így is behallatszott a sípolás és fütyülés Orbán Viktor beszéde alatt. A kordonon belül került tiltakozókat lögdösni, majd verni kezdték ismeretlenek. A rendőrség 4 embert állított elő, garázdaság vétkével. Folytatjuk a heti krónikát. Törvény született az élelmiszer pazarlás csökkentésére. Több hónapos vitát követően múlt héten a képviselőház elfogadta azt a jogszabályt, amely a vállalkozásokat arra kötelezi, hogy kedvezményesen értékesítsék vagy adományként ajánlják fel a szavatossági idő lejártához közelítő élelmiszereket. A törvény létrehozását az a tény tette szükségessé, hogy évente 2,5 millió tonna élelmiszert semmisítenek meg országszerte, miközben tudjuk jól, elfogyasztására bőven akadna rászoruló. Országos szinten minden nap 6000 tonna élelmiszer kerül a szemétbe. Eközben 4,5 millió azok száma, akiknek nem telik a napi betevőre. Sepsiszentgyörgyön ebben az 50 000-es városban 7100 rászorulót tartanak nyilván. A polgármesteri hivatal közösségfejlesztő igazgatóságának főkönyvelője elismeri, ennél jóval több a szegény ember. Ugye nekünk a szociális lakásoknál gyerekek vannak rengeteg, éjszakai szállón, szociális segélyek, nagyon sokan vannak. Tehát sokan vannak, ugye azt tudjuk onnan is, hogy most pillanatnyilag osszuk ezt a pohád élelmiszercsomagokat, ahol 11.700-an vannak a listáinkon. A Csíki negyedi éjjeli menedékhelyre este 8 órakor 26 hajléktalan jelentkezett be. Legtöbbjüket éppen családjuk juttatta utcára. Mások tudatlanságuk és jóhiszeműségük miatt váltak hajléktalanná, idegenek adták el lakásukat. Van, akinek 400 lejes betegnyugdíja van, abból 150 lejre gyógyszert vásárol, a többit élelemre költi el. Az éjjeli menedékhely az első olyan szolgáltatás, amelyet civil szervezetnek, a Máltai Szeretett Szolgálatnak adott át a helyi önkormányzat. A téli időszakban közel 50-en érkeznek be, és nekük alkalmanként, amikor lehetőségünk van, és amikor támogatást kapunk erre, ünnepi vacsorát szoktunk szervezni, egy meleg vacsora, egy meleg leves, egy második töltött káposzta többek között. Az élelmiszerpazarlás csökkentésére kidolgozott törvény a szegény embereken kíván segíteni. Azáltal, hogy a vállalkozásokat arra kötelezi, hogy kedvezményes áron értékesítsék, vagy adományként ajánlják fel a szavatossági idő lejártához közelítő élelmiszereket. Olyan szociális vállalkozások, illetve civil szervezetek számára, akiktől aztán a rászorulókhoz kerül az élelem. Adomány, illetve szponzorizás címen ezek az üzletek átadhatják ezeket a termékeket olyan szociális intézményeknek, szövetségeknek, alapítványoknak, amelyek étkeztetést, tehát élelmiszer ilyeneket használnak fel étkeztetésben, illetve a már létező szociális vállalkozások, mert ugye ilyenek is vannak, egy külön törvény szabályozza, az árnak a 3%-a plusz áfáért megkaphatják ezeket a termékeket, és ők maximálisan 25%-os áron értékesíthetik azokon a csomagokon keresztül, amiket ezek a szociális létesítmények a rászorulóknak állítanak össze, és őket keresik meg vele annak érdekében, hogy
tudják azt a személyzetet, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak, tudják fizetni, tehát nem profitorientáltak ezek. A pazarlás csökkentését célzó törvény azt is előírja, hogy az emberi fogyasztásra már alkalmatlan élelmiszert kötelező módon állati takarmányként kell értékesíteni. A hatályon kívül helyezett hulladékból pedig komposzt vagy biogáz készül. Az élelmiszer megsemmisítésére csak a legvégső esetben kerülhet sor, mondja ki a törvény, amelynek alkalmazási módszertanát a következő fél évben dolgozzák ki. Azok az intézmények, hivatalok, akik működtetnek étkeztetési intézményeket, hát azok most ez a 6 hónap alatt már, akik odafigyelnek, hát megkeresik a nagy üzletláncokat, és előre megpróbálnak már velük olyan egyességet kötni, hogy igenis, amikor megjelent, teszem azt, megegyeznek, van egy bizonyos mennyiség, ami 3 nap múlva ugye már értéktelenné válik, hogy akkor ők minél gyorsabban, 1-2 nap alatt tudják hasznosítani, mert mindenkinek az érdeke. A jogszabály tervezete hónapok óta vitatárgyát képezi. A Nagy Üzletláncok Szövetségének képviselői ugyanis tiltakoztak ez ellen az általuk populistának tartott elképzelés ellen. Arra figyelmeztettek, hogy a törvény szürke kereskedelmet szül, hiszen létrehozza a szavatossági idő lejártához közelítő élelmiszerek piacát. S bár a törvény szellemével egyetértenek, úgy vélik, a jótékonykodás kötelezővé tétele sérti a magántulajdont és alkotmányellenes. A kisebb élelmiszeripari egységeknél viszont eltérően vélekednek. Ez a székelyföldi vállalkozó üdvözli a törvényt, ám azt mondja, ők eddig is ebben a szellemben működtek. Mert az a gyakorlat van, hogy nagyobb rendezvényeknél, ami megmaradt, az általában oda szoktuk adni különböző segélyszervezeteknek, vagy pedig, ha véletlenül nagyon kevés mennyiség maradt meg, akkor inkább a kollégák fogyasszák el, mint hogy eldobjuk. Igazából a törvény teljesen azoknál az egységeknél, akik normálisan működtek eddig is, azoknál nem változtat semmit. Esetleg a kis cégek, akik esetleg újak, és nem ismerték erről, hogy azért nem dobunk el semmit, mert nagyon sok élelmiszer kerül otthon a kukába, azoknak esetleg figyelni fel kell. Az üzletláncok ugyanakkor bizonyítani tudják, hogy jelenleg is jutányos áron értékesítik a lejárás előtt álló élelmiszert. Megsemmisítéshez csak végső esetben folyamodnak. Egy székelyföldi üzletlánc eladási igazgatója például azt mondja, náluk bevált szokás az adományozás is. Dolgoztunk, és nagyon reméljük, hogy a közeljövőben, a jövőben is fogunk dolgozni alapítványokkal. Szent Ferenc Alapítvány, ő egy úgymond prioritást állandó kliens intézőjelbe. Itt nem csak lejárt termékekkel, vagyis lejárthoz közeli termékekkel segítettük az alapítványt, ezt az alapítványt. Reméljük, hogy a jövőben is fogunk tudni alapítványokat támogatni. Nehéz felmérni, hogy a székelyföldi városokban működő 12 üzletben összességében mennyi lejárt élelmiszert kell megsemmisíteni. Ám a cél végképp nem az, hogy valami is kárba vesszen, magyarázza Ferenc Csongor, aki egyébként jónak tartja az új törvényt. Ekkora portfólió mellett lehetetlen kezelni úgy a termékeket, hogy ne kerüljenek abban a helyzetben, hogy kimenjenek garanciából. Mostanig ezeket a termékeket egy erre szakosodott céggel intéztük, kezeltük, viszont dolgoztunk alapítványokkal, állatkertek, kutyamenhelyekkel, akiknek ezeket a termékeket tovább tudtuk adni. Örülünk ennek a törvénynek, mivel úgy gondoljuk, hogy sokkal könnyebb lesz a közeljövőben, a jövőben ezeket a termékeket kezelni, úgymond megszabadulni tőlük. Tehát míg a nagy nemzetközi üzletláncok kifogásolják a jogszabály előírásait, a kisebbek üdvözlik létrejöttét. A parlamentben sem volt teljes az egyetértés a törvényt illetőleg, a szenátus korábban el is utasította azt. A végső döntés a képviselőházat illette meg, amely többszöri nekifutásra és a civil szervezetek szorgalmazására fogadta el végül az élelmiszerpazarlás csökkentését célzó törvényt, amelynek megszegése esetén 1000 és 6000 lej közötti bírság szabható ki az élelmiszeripari vállalkozásokra. A Kolozsvár határában fekvő Patarétre telepített romák története bejárta a világsajtót. Több tüntetés, civil akció, de bírósági eljárás tárgya is volt. Mindezek ellenére Pataréten a helyzet változatlan. A szeméttelep köré költöztetett családok ügyét felvállaló civil aktivisták a közelmúltban egy kötetet adtak ki, amelyben részletesen vázolják és személyes történetek bemutatásával illusztrálják az ottani állapotokat.
A patariti helyzetet feltáró közel 450 oldalas kötetet október 13-án Bukarestben is bemutatták. A szerkesztők Ádi Dohotáru, Hárbulá Hajnalka és Vincze Nikő évek óta a város határába száműzöttek lakhatási és szociális helyzetének javítására törekednek. Patarét 6 évvel ezelőtt vált hírhedtté, amikor a kolozsvári önkormányzat 76 zömében roma családot a város központjából a szeméttelep közvetlen szomszédságába telepített. A történet azonban sokkal régebben, a múlt század 70-es éveiben az első roma családok kényszerű kiköltözésével kezdődik. A kolozsvári aktivisták által írt és szerkesztett kötet a Tömör Pata címet viseli, ami ugye magyarul foltot jelent. Pontosan azért, mert egyrészt utalni akartunk vele földrajzilag arra térre, területre, amely Kolozsváron alakult ki az elmúlt, hát azt is mondhatnám most már, hogy 30-40 év alatt. Másrészt pedig azt is jeleztük ezzel a kifejezéssel, hogy a jelenség, mint olyan, tehát hátrányos helyzetű lakhatósági övezetek létrejövetele, ez inkább egy általánosabb jelenség. És talán túlzás nélkül mondhatjuk, hogy minden egyes romániai helyiségnek megvan a maga szégyenfoltja ilyen értelemben. Tehát ahol a szegénység különböző formái és megnyilvánulásai együttesen jelen vannak, és az ott lakók lehetőségeit az élet minden területén akadályozzák. A kolozsvári helyzet korán sem egyedi. A kötet szerzői azt remélik, hogy a lakhatási jog manapság mellőzött kérdését sikerül visszahozniuk a közbeszédbe. A privatizálással, a visszaigényesekkel, visszajutatásokkal egyetemben történt az, hogy olyan 2% alá csökkent a szociális lakások aránya az összes létező lakásokhoz viszonyítva. Ezt tehát azt jelzi, hogy 90 után Romániában, amikor is tanulni lehetünk a kapitalizmus kialakulásának, a lakhatóság területe igenis rábízódott valahogyan az úgynevezett piacra, az állam kivonult azon szociális feladataiból, ahol na, többek között is a szociális lakások, ugye nekik ott lenne a helyük, és tehát végülis ez azt jelentette, hogy az állam, illetve a helyi önkormányzatok esetenként nagyon kevés befektetést szánt szociális lakások építésére, miközben, amint mondom, a privatizáció következtében ezek száma nagyon lecsökkent, új szociális lakásokat nem építenek, tehát ilyen értelemben már senki sem kezdett, szóval végülis mindenkinek az agyában a lakhatóság, mint egyéni felelősség, a család dolga maradt. Mégis ez egy olyan terület, ahol a banki hitelek, az ingatlan vállalkozások mégis felvirágzásának az egyik kitüntetett terület. Úgyhogy nem csoda, hogy mind a befektetők, magánbefektetők, mind pedig az állam egyre inkább úgy kívánna beszélni a lakáshoz való hozzájutásról, mint egy egyéni erőfeszítésről, amit mindenkinek meg kell oldania. A lakhatáshoz, az elfogadható körülmények közötti élethez való jog tehát csak elmélet maradt. Azt ugye senki nem vonja kétségbe, legalábbis nem a nyilatkozatok szintjén, hogy minden embert megillet a méltó lakhatás. A gyakorlatban viszont ez nem így mutat. Pataréten, ahol több roma közösség is él, aztán végképp nem. Ott valójában, amint mondtad, hát legalább 3 különböző helyzetről beszélhetünk, de tulajdonképpen 4-ről is, mert hogy még mindig vannak emberek, akik továbbra is éppen a szeméttelep legközelebbi szomszédságában laknak. Aztán meg ott van a régi úgynevezett Dallas kolónia, ami hát a múlt évszázad 60-as éve vége felétől alakulgatott. Aztán ott van a Kántonulói utca, ami a 2000-es évektől erre fele alakult.
alakult ki, különféle kilakoltatási hullámok kapcsán kerültek emberek oda, és nem feltétlenül önszántukból pont oda, és akkor ez adódott hozzá a Kasszi utcai kilakoltatás, oda még kb. 300-350 személy kerül ennek kapcsán, és na, nem tudom, tehát tényleg úgy néz ki, hogy az önkormányzat arra, legjobb esetben arra vár, hogy vagy európai, vagy norvég alapú támogatottságú projekteket kezdeményezzenek, civil társadalmi szervezetek, ami megint azt jelzi, hogy tulajdonképpen politikailag nem vállalja fel azt a problémát. Valójában a helyi tanácsnak nincsen olyan politikailag alátámasztott döntése, ami tükrözni azt, hogy nem tudom, a Városházának van egy 5-6-10 éves terve, amely időszak alatt minden évben valamit csinál. Az ott lakók körülményei tehát gyakorlatilag változatlanok, a civil kezdeményezések, a tüntetések a nemzetközi sajtóvisszhang ellenére, és sokszor szembesülnek értetlenséggel és elutasítással. Nem létezik ezzel kapcsolatos úgynevezett tudományos mérés, viszont ha a közvéleménynek a tükre mondjuk a különféle szociális hálókon forgalmazódó vélemények, akkor igenis észrevehető az, hogy akik megszólalnak ennek a témának a kapcsán, azoknak talán a többsége úgy gondolja, hogy az a tény, hogy ezek az emberek ott laknak, ez az ő felelősségük, illetve választásuk. Egy lépéssel odébb, a még, hogy mondjam, szélsőségesebb vélemények arról nyilatkoznak, hogy tulajdonképpen ezeknek a rómáknak ott van a helye, és akkor így tevődik át tulajdonképpen mindaz a problémakör, ami a szegénységhez és társadalmi hátrányos helyzethez kapcsolódik a rómák kérdésére, társul a két dolog, és akkor itt következik be a rasszista attitűdfordulat, hogy tulajdonképpen azok az emberek megérdemlik, mert alacsonyabb rendű faj, és tulajdonképpen az az ő úgynevezett természetes környezetük, és ott a helyük, és semmi keresnivalójuk nincs a mi világunkban. Ne-am mutat de pe coaste în 2010, pe 17 decembrie. Era un iarnă, era foarte frig. În momentul în care au vrut să ne mute prima dată, au venit înainte cu o zi și ne-au anunțat prin megafon poliția ca să ne pregătim că ne mută a doua zi. Și într-adevăr, a doua zi au venit poliția cu mașini, cu tractoare, cu tot, ca să ne demoleze și să ne mute. Și într-adevăr, ne-au și mutat în acea zi. Într-o zi ne-au mutat de pe coaste, ne-au mutat aici, lângă rampa de gunoi, la 300 de metri, 400 de metri, rampa de gunoi, în care au zis că o închide, o închis-o într-adevăr, dar o deschis alte două. Aici aerul și aerul este poluat. Este un miros dimineața și seara de, nu știu, nu prea putem ieși afară din casă. Ca să vedeți, noi am fost 67 de familii sau 76 de familii pe coastei și ne-au dat 40 de locuințe. Și aici unde stăm noi, ne-au dat 1500 de metri pătrați, câte 20 de metri pătrați la fiecare familie ca să ne construim. Dar ilegal, că nu avem niciun act pe pământul ăsta. Dacă vor să ne dărâme, să ne mute de aici sau să zică să plecăm, vine, dărâmă tot și noi putem pleca de aici, că nu ne-o dat niciun act pe acest pământ. Nu putem să ne facem buletine, numai buletine provizoriu, adică provizorii fără adresă. Noi nu avem dreptul, degeaba mergem în oraș ca să ne găsim de lucru, că nu ne găsim de lucru, că nu ne iau nimeni cu acest buletin. Am făcut câteva ieșiri afară în fața primăriei, pentru că ca să ne poată muta de aici din nou. Dar prea degrabă nu avem speranțe să ne mute.
Poate durează 10-20 de ani ca să ne mute iară de aici, dar nici atunci nu cred. Așa că noi, liniștiți, numai promisiune avem. Suntem 4 comunități de țigane aici și mari. Este cantonului care sunt peste 1000 de persoane, este Costele care sunt iară peste vreo 250 de persoane, aproape 300 de persoane, și este încă Dallasul care sunt 70-80 de familii. Așa că noi suntem foarte mulți aici. Nu știu de ce, așa a vrut primăria să ne bagă unul lângă altul, să fim toți țiganii din Cluj, majoritatea țiganilor sunt aici. Aici suntem toți, aproape unul de altul. Nu știu de ce au făcut treaba asta. Linda Greta a városban dolgozik, de családjával együtt ő is a szeméttelep mellett él. Ő a pataréti közösség legtevékenyebb aktivistája. În 17 decembrie 2010 am fost evacuați de pe strada Coastei. A fost o iarnă foarte grea. Această hotărâre s-a luat în 2 zile, am fost mutați. De atunci pot să zic că am început activismul meu, împreună cu toți prietenii care au venit să ne susțină, Fundația Desirei Rararsi. N-aș vrea să uit pe nimeni, dar le mulțumesc tuturor care ne-au sprijinit. Și de atunci a început o luptă pentru dobândirea unor drepturi locative pe care le-am avut și cred că le are orice cetățean și orice om. Noi dorim să trăim cu majoritarii, indiferent de etnie, rasă, români, maghiari, germani, ce-o fi ei, toată populația care trăiește în Cluj. Și dacă am stat pe Coastei în centrul orașului, dorim să stăm înapoi în Cluj. Ez egyelőre távoli álom, tehát marad a kirekesztettség. Száműzettetés egy olyan helyre, ahol nincs orvos, nincs iskola, nincsenek boltok. Csak egy félig meddig felszámolt és két újonnan nyitott szeméttelep, amely a tavasszal hetekig égett és füstölgött. A kolozsvári önkormányzatra pedig ezügyben 5 évvel ezelőtt 8000 lejes bírságot rót ki a diszkrimináció ellenes tanács, s az önkormányzat ezt igaz eredménytelenül megfelebbezte. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, heti krónikával jövő hétfőn jelentkezünk újból. Nézzék a magyar adást addig is, viszontlátásra! Az 56-os forradalomnak Erdélyben főleg szomorú következményei voltak. Rengeteg családnak változtatta meg az életét, 20 ezer embert, főként fiatalokat tartóztattak le egy olyan országban, ahol gyakorlatilag egyetlen fegyver sem dördült el. A most következő interjúban Nagy Benedek történész, volt 1956-os politikai elítélt beszél börtönéveiről, politikai szerepvállalásáról, sorskérdésekről. Sokszori megpróbáltatásai ellenére derűsen mesél érdekes, tevékeny életéről. Kolozsvárt születtem, Csíksomjón, gyerekeskedtem, szembe a kegytemplommal, akkor szülészet volt ott, a mai fertőző kórház épületében, ami szerencsésre sikerült visszajuttatni a katolikus egyháznak. És aztán Csíkszeredában éltem a legtöbbet. Immár 79 évemből több mint a felét azért Szeredában éltem, és itt voltam tanár, és de sokat hiányoztam azért innen. A történelem, hogy úgy mondjuk, eléggé meghatározta az életedet. Igen, elkezdve attól, hogy legkorábbi kisgyerekkori emlékem a magyarok bejövetele Kolozsvára 40. szeptemberében, ahol a New York a sarkán ott állt édesanyám és a legjobb barátnője Diszmagyarba, és én üvöltöttem, mert nem, hogy vegyenek felől, vagy lássak valamit, mert mindenki örjöngött, sírt, kacagott. Ez maradt meg a legelső emlékemnek.
És aztán lehűtött az apám, aki azt mondta, hogy Pünkösdi királyság. Erdélyt nem lehet ketté válni. Nem ez a megoldás. De hogy mi, azt nem mondta. De úgy kikövetkeztettem, hogy független Erdély párti volt ő is, mint én. Hogyan választottad a történelmet, mint hivatást? 8 éves koromtól, mert mindig érdekelt a magyarság eredete, ezen belül a székelység eredetének a kérdése. És mindig érdekelt az, hogy ezek a népek itt a Kárpát-medencében és a környékén miért nem tudnak, miért nem tudják megérteni egymást, miért ez a tülekedés, miért ez a sok alpári, alantas indulat, ez vitt a történelemre. Nem volt nehéz abban az időben történelmet? De! Hát elmentünk édesanyámmal, kolozsvári anyámmal, Kelemen Lajos bácsihoz. Meghallgatott, megforgatott, és azt mondta, ha te el tudod, le tudod azt nyelni, hogy a történelem a tudományok utcaleánya, amelyet mindegyik politikai rendszer oda teper, oda csavar, ahova neki jól esik. Ha ezt le tudod nyelni, menj a történelemre. De csak akkor, ha ezt le tudod, fel tudod magadba dolgozni. Hát én 54-ben érettségiztem Csíkszeredába 11 osztályjal, és akkor nem volt nagy cikk történelemre menni. A Bolya Egyetemre 2-en mentünk az egész osztályból. Becettóni és jó magam, akkor orvosi és mérnöki. Ez volt, Vásárhelyre ment a Zöm orvosira, és műegyetemre Kolozsvár, Temesvár, Bukarestbe a többiek. Édesapám, szóval én észrevettem azt, hogy, nem, hogy olyan fázisban vagyunk, ha bár akkor még nem kezdődött a nagy nacionalista fordulat, még a Rollerből tanultunk, még ez az internacionalista román történetírás dominált, de én már akkor rájöttem, hogy megyek orvosira. És egy nap biológiát tanultam Szent Királyon a Filegóriába, a kertbe, másnap a Rollert, a történelem. Aztán apám azt mondta, na figyelj ide, így cselezett meg engem, azt mondja, menj el a történelemre, azt mondja, most 17 éves vagy, lesz 19, 2 évet végezz el, és azután is fenntartott, hogy orvosi, én azt sem vagyok még olyan fiatal és egészséges, hogy finanszírozom neked azt a 6 év orvosit. És másodév után megkérdezett, hogy na, hát akkor én kicsit már a világ tetején járkáltam, ott az egyetemen, Kolozsváron, diákszövetség és minden, és muzsika, és jelölt voltam, hogy Debrecenbe folytassam a tanulmányaimat Szabó Istvánnal, aki egy fogalom volt, parasztságtörténetet, ilyen diákcserével. Akkor indultak meg ezek a diákcserék, magyar parasztság, illetve Kárpát-medencei parasztságtörténetre specializálódjak. És mondtam, édesapám, elmosolyodtam, ó nem. Másodév után. Ez volt 56 nyarán, és 56 novemberben el is ütött a hajókötél, mert letartóztattak és elítéltek. Volt ennek valamilyen konkrét alapja? A világon semmi. Annyi volt, hogy 56. október 23-án és azt követő napokban a román hatalom és a román elnyomó struktúrák borzalmasan megijedtek, és borzalmas pánikban voltak. November 4 után pedig, mikor érezték, hogy nyerekbe kerülnek, akkor a bosszú és a revans és a terror hangulatában nekifogtak megtorolni, letartóztatni tízeket, százakat, ezreket. Október 23-án tört ki a forradalom Magyarországon, és 25-én volt a Diákszövetség közgyűlése, a történelem nyelvtudományi karon. Kell tudni, hogy a Bolya Egyetem 1500 hallgatójából egy harmad, több mint 500 ezen a karon volt, vagy ennek 5 szakja volt. Történelem, magyar, román, orosz és pedagógia lélektan. Na hát, tehát dominálta, legnagyobb kar, dominálta a többi kar azt csinálta, amit mi tulajdonképpen. Na ennek a történelemnyelvtudományi karnak a Diákszövetségi tanácsába beválasztottak.
hogy 56 júliusában a pártközpont nyugat felé kirakat intézkedésként létrehozta a diákszövetségi tanácsok, a diákszövetséget, mint szervezetet, hogy nyugat felé azzal dicsekedhessenek, hogy a KISZ mellett, az IMSZ mellett, akkor úgy hívták, hogy Ifjú Munkás Szövetség, később KISZ, Kommunista Ifjak Szövetsége mellett, van egy nem a párt által direkt vezetett, civilebb diák szervezet is, és létrehozták, de nem adtak neki se programot, se alapszabályzatot. Lejött Miró Konstantinescu, és azt mondta, hogy úgyis készülünk egy nagy reformra, főiskolai oktatás nagy reformjára, ti írjátok össze minden javaslatot a diákság soraiból, azokat szerkesszétek fejezetenként, hogy tudományos munka, egyetemi belső élet, szociális intézkedések, le a sport és a kultúráig, mindent, és majd ez jó vitaanyag lesz a reformhoz. Mi ezt meg is csináltuk. Sőt, október 25 után a 16 tagú tanács kinevezett a Kebléből egy 5 tagú szerkesztő bizottságot, akik azt mondták, hogy ezeknek a javaslatoknak az alapján szerkesszük meg a Diákszövetség féléves munkatervét. Na, mi ezt megcsináltuk kemény kéthetes munkával, de közben jött november 4. De mi azután is folytattuk a munkát. Úgy hittük, hogy ha elmegyünk a falig a követelésekkel, van olyan nehéz helyzetben a hatalom, hogy engedni fog. Hát ez a fal azt jelentette, hogy miért legyen a diák bennlakás neve Józsa Béla, miért nem lehet Móricz Zsigmond, mint ahogy voltak a népi kollégiumok a háború után. Miért kell a lány bennlakás a Hórja úton a Máriánum mögött Ocskó Teréz nevét viselje? Ki volt nekünk az az Ocskó Teréz? Miért nem lehet Zrínyi Ilona például? Vagy, hát több száz javaslat volt. De hát ezek voltak az egyetemi autonómia. Tulajdonképpen az első romániai egyetemi autonómia programot mit csináltuk meg? Kértük a kontrollálatlan, tehát ellenőrzés nélküli kapcsolatokat nyugati országok demokratikus diákszervezeteivel. Hát ez volt az egyik fő bűn. Hogy képzeltétek ti, hogy a párt ellenőrzése nélkülti, vagy nyugati diákszervezetekkel kapcsolatokat létesítetek? Summa summarum, míg ott dolgoztunk a piarista bentlakás, a Józsa Béla otthon földszintjén, és néha ilyen ismeretlen alakok nyitottak be, és így körülnéztek, majd becsukták oda, és tovább mentek. Mi csak sejtettük, de aztán megtudtuk, ezek már tele volt szekussal az egész bentlakás, és figyelték a munkánkat. Ezt a tervezetet mi közgyűlés ellen kellett volna vigyük novemberben. De mielőtt ezt a közgyűlést összehívhattuk volna, megtörténtek az első letartóztatások. Az 5 tagú bizottságból először az első 3-at november 17-én Várhegyi Istvánt, Kelemen Kálmánt és Kocka Györgyöt, két filológus diák másodéves volt, Várhegyi évfolyamtársunk volt, és ekkor kitört az egyetemen a történelem karon a diák sztrájk. Ami abból állt, hogy bementünk az évfolyamokra, a termekbe, de a tanárokat nem engedtük be. Hogy engedjék addig, amíg szabadon nem engedik ezt a három embert. Ebből az lett, persze az új rektor akkor lett rektor, mert Bányai Lászlót felfelé buktatták, alminisztert csináltak belőle, és kinevezték Takács Lajost, aki pont amikor a kinevezést kapta, jött a telefon Bukarestből, nálunk tartott történelem harmadéven állam és jogelmélet előadást. És Takács mindent az új rektor megígért, hogy természetes, hogy azonnal szabadon bocsátják ezeket a fiúkat, de ehelyett következő szombaton engem is letartóztattak, november 24-én, 1956-ban. Következett 100 nap vallatása az kolozsvári Szekuritátén,
az volt Árpád úti Hadapród iskola pincébe, ma Decsebárnak nevezik az útat. Néha arra járok, most is kirázza a hideg. 100 napig vallattak, utána volt egy nagy kirakat per, egy monstre per reggeltől este 10-ig, amiben elítéltek. Várhegyi István kapott 7 évet. Én, ha bár utolsó rendű vádlott voltam, kaptam 5 évet, mert azt mondták, hogy nem vagyok őszinte, ne szincsersi rekálcsit ránt, ez volt a minősítésem. Én azt mondtam, nem csináltunk semmit, ezek nem antidemokratikus javaslatok, ezek abszolút demokratikus, ezek nem nacionalista javaslatok. És én ebből nem tértem ki. Úgyhogy cserélődtek a kihallgatót, az isztjeim is végül, aztán a harmadik volt egy Oprea Gyorgye nevű úriember, aki taktikát változott, és úgy beszélt velem, mint az jó apa a fiacskájával. Meggyőzött, hogy ezen sem ő, sem én már változtat. Itt a történelem úthenger elől félreállni nem lehet. De minimalizáljuk a veszteséget, amennyire lehet, hogy, mert nem mindegy, hogy 3 évet kapok, 5 évet kapok, vagy 7 évet kapok. Itt le van futva az ügy, Magyarországon letörték orosz tankokkal, szovjet tankokkal. Itt menten kell a mentsd magad, ha tudod. Ha pedig motor vagy, akkor megy neki, akkor rohanj a tűzbe belé, te bajod. A tárgyalásunk volt 57. február 27-én, mondom, reggeltől estig tartott. Képtelen. Macskási Pavel, volt Tordai Szabó segéd, aki hadbíró lett, és aztán a fél bánságot Temesváron berakta a börtönbe, és áthelyezték. 56 őszén helyezték át Kolozsvára. Látásból ismertem ezt az embert, mert ő már hadbíró volt, de közben végezte a jogot ilyen gyors talpalásos módszerrel. Tele volt diákkal a terem, dobálták be az elkerített boxába a cigarettacsomagokat, a hóvirág és ibolya csokrocskákat, és megható volt. De aztán a katonák fegyverrel kinyomták a teremből a tömeget, hogy tudjanak minket elvinni, ugye, teljes őrizet alatt. És oda ódalgott az elnök hozzánk, mert cigaretták volt, de nem volt, amely meggyújtsuk a cigarettát ott. És egy, sose felejtem el, egy nagy sárgaréz öngyújtó, egy nagy lapos sárgaréz öngyújtó, nem volt kupakja. Oda jött és tüzet akart adni. És úgy, hogy senki ne lássa, aki még a teremben volt, úgy azt mondja, itt már semmit nem lehetett csinálni, ez előre el volt rendezve. Amire Várhegyi István azt mondta, szégyellje magát. És nem vettük el a tüzet, inkább maradtunk ott. A cigarettával legyen, hogy szégyelje meg magát, így mondod neki. Nem szégyelte meg magát, még néhány tucat perben, de főleg olyanokban, amely magyarok, kisebbségiek voltak, a német írók, a szász erdélyi szász írók, őt tette oda nagyon rafináltan a román hatalom, hogy a piszkos munkát ő végezze. Úgy hallottam, hogy a leánya és a veje a 80-as években kiszöktek Magyarországra, és egy volt politikai elítélt kollégánk szerzett állást a leányának és a vejének. Mert ugye keresztények kéne legyünk valahol, ugye? Nem a bosszú állás, és hát a gyermek nem felelhet azért, amit a szülője elkövetett. Nagyon bonyolult volt a mi helyzetünk. Sokan azt mondják, hogy 56 vezetett például az egyetem felszámolásához, a Bolyai Egyetem felszámolásához. Ezt nem írom alá. Tudnék, a kolozsvári szekuritátén a kihallgató tisztcsoport parancsnoka, akit úgy hívtak, hogy Gruja Mánia, százados, máskülönben itt a Mojnesti rabbinak volt a fia.
Mikor egyszer megfeneklett a kihallgatásom, berohant, és egy ilyen teátrális ordítozás közben elszólta magát, azt mondta, hogy felszámoljuk mi azt a nacionalista fészket a Bólya Egyetemet. 57. januárjában. Ő tudta, hogy én ezt az információt nem viszem ki, mert nem kerülök ki. Akkor, amikor kín azt hitték, hogy engedményeket tett a rendszer, hogy még ösztöndíjas helyeket, szakokat indítottak 57. januárjában, a captatio benevolentiae, tehát el akarták hitetni a magyar kisebbség vezetőivel és értelmiségével, és az egész magyar kisebbséggel, hogy itt nincs egy magyar ellenes dologról szó. Nekem elárulta Gruia Mánia, hogy ők már ekkor eldöntötték, hogy az egyetemet felszámolják. Az 5 évből 2,5 évet Szamosújváron, majdnem 2,5 évet Szamosújváron töltöttem, és 59. májusába kivittek a Duna-deltába. Az első transport voltunk, marhavagomba raktak, 50 embert egy marhavagomba, és itt mentünk ki Csicsónál, és akkor elkezdtünk sírni, mert azt hittük, hogy visznek Szibériába. De hát nem oda vittek, hanem Tulcsába, hajóba raktak, uszályhajóba, és Periprávan kötöttünk ki. Onnan ott dolgozni kezdtünk, szeptemberben áthoztak, úgy szintén uszályhajóval a Brajla alatti Nagy-szigetbe, ahol Szálcsia kolónián voltunk, hát ott 3-4 ezer ember politikai elítélt volt. Szálcsia, és onnan engem egy év múlva átvitt, másfél év múlva átvittek egy szomszédos kisebb kolóniára, Stojnestre, de időközben voltunk a uszályhajóval, Grinden, Lucsugyurgyenbe, a Rizsbe, és aztán Stojnesten voltam. Kapáltunk, tehát kapálni kellett, de hát az úgy nézett ki, hogy kikelt a kukorica, lett 8-10 centis, és a nád felnőtt fél méterre. És akkor élesztük a kapákat, és saraboltuk a nádat. Felnőtt 20 centire a kukorica, szál, és megint fél méteres volt a nád. Ugye? Megint levágtuk, ez 4-5-ször. És véletlenül kitaláltunk vágni egy-egy kukoricaszálat is, megagyaltak az őrök a Subminaria Economiae Nazionale címen. Félig agyonverték azt, amit elkaptak. Norma 3200 négyzetméter megkapálása volt, ez azt jelenti, hogy az 1 méter széles kukorica sorokba több mint 3 kilométert kellett megkapálni egy nap. És akkor megkezdődtek a gátépítések. Romániának szerintem ma is csak hát olyan kezekre került a éléstára, a Brajlai Nagy-sziget. 70 ezer hektár 2 méteres humusz, amit a Duna hordott oda, és ezt körbe gátak, kikellett gátakkal és öntöző csatornákkal építeni. 2 termést vettek le róla évente. Fantasztikus volt. Mi a gátakat építettük, mert az öntöző csatornákat azelőtt megcsináltatták, azt hiszem, hogy közjogi elítéltekkel az öntöző csatornákat. A gátépítésnél a Norma trade-dosage, ez is 3,2 köbméter kiásni, talicskába rakni és felnyomni a gátra. Nem lehetett másképp, hanem nagy foszindeszkákat tettünk a gát oldalára, és kampokkal egy húzta a talicskát meg kellett így rakni, púpozva. Egy taszította, egy pedig húzta, és fenn a tetőn kiborította, fordult és jött le a gátról. Napi 12 órában, heti 7 napban dolgoztunk. Hullottak is az emberek, mint a legyek ősszel. Különösen az idősebbek, mert Dunavizet ittunk. Vérhas, deshidratáció,
és ágynak esett az illető, és egy két hét alatt elment. Hát igen, voltam 47 kilós is, de fiatal voltam, szíjas és bírtam. Ma már nem bírnám ugyanezt. 3 hónapnál többet, egész biztos. De hát ezt a könyvembe leírom, hogy hogy kísértett meg az ördög egy kémelhárítós tiszt képébe, aki gyerekkori játszótársnak mondta magát Kolozsvárról, Domokosnak hívták, még a tetejében magyar is volt, és azt mondta, hogy fiú, 59 nyarán lesz a 15 éves a rendszer, és amnesztiát fognak adni. De nem mindenkinek, hanem aki arra érdemes. Te vétettél a rendszer ellen, veszélyt jelentettél a számára, te biztosítanod kell arról a rendszert, hogy nem leszel veszélyes, ha kiengednek téged. Egy aláírásba kerül az egész. Hát én vívódtam egy hétig, minden nap egy kihallgatásra, és kérdezte, hogy na, meggondoltad magad? És mondtam, még nem, még nem. És végén azt mondtam, nem tudom megtenni ezt. Álmomban a 4. emeleti Pritsen vitatkozott a kolozsvári polgárlány anyám és a csiki székely apám, hogy aláírja vagy ne írja alá. Aláírja vagy ne írja alá. És az apám győzött, aki azt mondta, hogy nem írhatja alá, mert összeomlik erkölcsileg. Ilyen áron nem kell. Anyám azt mondta, hogy akkor pusztuljon el inkább. Hát ha az Úristen úgy akarja. És nem írtam alá, kiszabadulhattam volna, mint sokan mások, 59. augusztusában volt egy szelektív amnesztia, ahol hazaengedték, akik a kollektivizálás ellen beszéltek, 8 éves büntetésig, és közéjük rejtve 200-300 embert, akik aláírtak, értelmiségieket, teológusokat, stb. Én kiszabadultam 2,5 év múlva, 61. novemberében. Megmondta a tiszt, ez nem szanatórium, és a nehezebbik fele hátra van. Úgy gondold meg. Hát én vakmerő voltam, és hallgattam arra, amit az álmomban apám mondott. 61. novemberében szabadultam ki, és utolsó éjszaka Ostrovon a tranzit erődben, a Duna közepén, betettek a cellámba egy nagyon intelligens román orvost, aki hajnalig hűített, hogy mindenki tudja rólad, hogy nem mondtad el a felét se annak, amit tudsz. A felét se annak. Kérj kihallgatás, mert mikor Tulcsán leszállsz a hajóról, ott lesz 2 bőrkabátos a hajóhíd végén, és mikor szárazra lépnél, akkor 2 felül a karodra teszik, és visznek vissza. Hát én ezt úgy megijedtem ettől, nem aludtam 1-2 órát azon az éjszakán, hajnalban kiengedtek, felbugott az uszályhajó, sötét volt, köd volt, mondták, fúcs, szaladj, ösvény, néztem, tapogattam az ösvényt, felültem a hajóra, Istenem, mit fogok én Tulcsán csinálni. Megérkezik a hajó Tulcsára, rengeteg vásáros asszony, bulgárok, törökök, román parasztasszonyokkal, egy kosarakkal, ott van a hajóhíd végén a 2 bőrkabátos kihízott szekus. Összeszorítottam magam, utoljára maradtam a leszállók közül, kicsikére, hátamon volt egy hátisák, egy lódenkabát, és mondom, ha csak hozzám is ér. Lerántom, és szaladok. Tehát nem adom meg magam, védekezek. Nem ért hozzám egyik alak se. Mentem még 10 métert, még 10 lépést, még minden, nem mertem visszanézni. A tér túlsó végén volt egy trafik, ilyen üvegajtós trafik, bementem oda, akkor mertem megfordulni és visszanézni. A tér üres volt, így szabadultam meg. Kiszabadultam 61. november, és hazajöttem. Hát nem nagyon volt akkor, amit kezdeni, zenét hallgattam és gondolkoztam. És utána egyetlen lehetőség volt Csíkszentkirályon a Donga gyárban, a parkett és hordó részlegekkel működött. Elmentem parkettet kötözni, parkettát kötözni.
Onnan aztán egy volt osztálytársam átvitt a villamos műhelybe, és kiégett motorokat bontottam. Ott dolgoztam majdnem egy évig, aztán 62 őszén becsábítottak, hogy van egy iskola, egy technikum Bukarestbe, ahol nem kérnek önéletrajzot, a Gruppskolár Josif Rangec. Rangec, szegény Rangec Jóska tudta volna, ez a magyar-sváb eredetű kommunista, illegalista, hogy az ő nevét viselte. Elvégeztem ezt a 3 éves technikumot, mert nem volt jobb. Itt nem kértek önéletrajzot, nem kértek doszárt. 65-ben elvégeztem, akkor hazakerültem Csíkba, dolgoztam a bányaiparba, 68-ban visszavettek az egyetemre látogatás nélkülre, kértem 67-ben, 17 hónapig verifikáltak, kértek névsorokat, hogy kik tudnak ajánlást adni, minden. Nem csak engem, abban az időben sok mindenkit visszavettek az egyetemre, és engedték, hogy látogatás nélkül, hogy elvégezze. 71-ben államvizsgáztam, sok megértéssel találkoztam, miután visszavettek az egyetemre a vizsgáknál. Néha azt suttogták, hogy kumáfoszt, tudták róla. Szpone kumáfoszt, mondjad, hogy volt. Nagyon kíváncsiak voltak. Volt, aki kegyetlen volt, de volt, aki... De a többség az nagyon emberségesen viszonyult hozzám. 71. június 16-án, amikor államvizsgáztam, ott volt a... Akkor már egyesített egyetem dékánya, Kamil Muresán, egyetemes történész, azt hiszem még él, nagyon öreg, de még él Kolozsváron. Oda jött, rám nézett, vállon fogott. Azt mondja, hogy köszönöm a sok éves erőfeszítések eredményét, de ebben a sok évesben benne volt az 5 év börtönöm is. És kikísért az ajtón, és azt mondta, hogy a maximumot kaptad, ami látogatás nélküli a 8-as. Nem tudtunk többet adni. Na, hát Csiki témából írtam az államvizsga dolgozatot, teljesen addig ismeretlen anyagot kutattam fel. Ez 71-ben volt. Ahogy elvégeztem az egyetemet, már azelőtt átmentem a Csiki Múzeumhoz, de aztán a Csiki Múzeumot mi felköltöztettük egy nagyon nagy csellel a Zakariás Féleházból, a Gál Sándor utcából, a Mikóvárba. Mi voltunk a honfoglalók, 3-an. János Pali bácsi volt az igazgató, Horváth Csaba és én, muzeológusok. Szerencsénk volt, mert a Sorozó Központ parancsnoka nagyon nem szerette azt az épületet, mert szembe volt a pártbizottság, és örökké látták, sehova nem tudott kimenni a napközben. Katonaság volt benne az előtt. Sorozó Központ, katonaság. 150 évig katonaság volt, úgyhogy a Mikóvárnak a nagyon szerencsés visszaszerzése az, hogy a magyar kultúra fellegvára lett. Ez annyira egyedülálló egész Erdélybe. Mutassanak nekem még egy épületet, amit a román hadsereg, azelőtt a magyar hadsereg, az osztrák-magyar hadsereg, így visszafelé lemondott volna róla, és visszavonna, adta volna a civil társadalomnak. Na, Mikóvárral ez a helyzet? Mi foglaltuk el? Nem volt, úgy le volt robbanva, nem volt plafon az emeleten, folyt be a víz a tetőn. Alig tudtunk 2-3 termet, amiben bezsúfoltuk az anyagát a múzeumnak, berakni, és valóban nem tudományos munka évei következtek. Mentünk könyörögni, kérincselni vállalatigazgatóhoz, egy gerendáért, egy kicsi mész, cserép, cementért. Én azt mondtam, én ezt nem csinálom, ne haragudjatok. És eljöttem jóval nagyobb fizetésért a megyei mozivállalathoz. Nagyon, nagyon szittak a barátaim ezért. És... ott dolgoztam 73-ig, majd hívtak, hogy legyek a Központi Magyar Napilap az előre megyei tudósítója. Hát ez egy pünkösdi királyság volt ez is, mert kevesebb, mint másfél év után Ceausescu hozott egy olyan dekrétumot, nem nyilvános, tehát dekrét ne publikát, hogy a sajtóban csak pártagunk lehetnek. Akkor a főszerkesztő el akart engem a zsírvölgyébe rejteni, és ott pártagot akart belőlem csinálni, de én inkább lemondtam. 3 hónapig állás nélkül voltam,
két gyermekkel, és akkor hát senki nem szaladt, hogy állást adjon, és a román liceum igazgatójával találkoztam össze, Niku Vrábijével, aki a zsögödi Nagylai dombon volt az új iskola, és kérdezte, hogy mit csinálsz. Mondom, keresek egy történelemföldrajz szakos tanári, helyettesítő tanári posztot. És akinek? Nekem. Neked? Akármikor az. Két kicsi interjút készítettem azelőtt vele, egyiket a lapnak, másikat a helyi román lapnak, ilyen beszélgetés, tanügyi kérdések. Felmentünk, karonfogott, 15 perc alatt összeásott nekem 21 órát így. Volt egy magyar 5-8-a neki, nem jött volna ki a román 9-dik, a román 5-8 mellett, nem, magyar 1-8 volt, 1-4 és 5-8. A zsögödi és a Tudor negyed gyerekei oda jártak általában, mert közel volt. Nagyon szép három esztendőt töltöttem, ott csináltam kicsi iskola múzeumot. Mind mennyire nem vették komolyan a román kollégák a megszorításokat. Mennyivel másabb volt a mint az elit mai Mártnáron gimnáziumban, ahol úgy féltek és mindent úgy betartottak 100%-osan. Ezek a román kollégák pedig ilyen pártértársak feleségei is voltak. Hagyjatok még, ilyen teljesen lazán vették a dolgokat. Nem egyszer kimutatva, hogy mennyire unják és undorodnak az egész. Tehát nem volt túlhajtás egyáltalán. Azt csináltam, amit akartam, azt tanítottam, amit akartam. Volt egy, a tanári karban egy belső sakkbajnokság nagy kimutatása. Arra kellett vigyázni, az igazgatót ne verd meg sakkban. Ez tartott 77-ig, amikor rám üzentek július 31-én, hogy másnap augusztus 1-én versenyvizsga a kettes ipari liceum, tehát nem a gimnáziumban, hanem a patakon túl, ott, ahogy Texasnak csúfoltak, ahol két ipari liceum is működött, az építészeti és a faipari. Na, én hárman versenyvizsgáztunk egy posztra, az egyik egy román fiatalember volt, és egy magyar hölgy. Hát én jöttem ki elsőnek, de aztán, hogy ne szomorodjon el a román kolléga, gyorsan megyei levéltárigazgatót csinált belőle a belügy. Igen, hát így kerültem a kettes ipari liceumhoz, ahol aztán 77, majdnem 13 esztendőt dolgoztam, egész 90. május 31-ig. Hogy mondjam, az emberi kor legszebb éveit töltöttem ott, nem volt hiába való. Annyi diák keresztül ment a kezemben. Az utólagos tapasztalatom az, hogy ezek az évjáratok itt maradtak. Míg a szomszédból, az elit liceumból bizony nagyon sokan végleg elhagyták Erdélyt és az országot. Sajnos. Hogy ebben nekünk is lett volna egy kicsi szerepünk, hát nem tudom, ezt mondják el ők, a volt tanítványaim, akik nem tudok olyan bemenni bármelyik csíkgyergyói faluba, Szentegyháza felé, ne köszönnének rám, hogy tanár úr, és ez a legnagyobb elégtétel. Van 9. december 22-én. Csíkszentkirályon, mert jó meleg volt, lementem a Trabanttal, és a kertbe trágyát terítettem. Egész sötétedésig, nem tudtam, mi történt. És beültem a Trabantba, és jöttem, akkor láttam a városház előtt, hogy a könyvmágiákat. Mi történt itt, úristen? Tehát én azért is mentem le, mert tudtam, mi van Temesváron, valamennyit tudtam be, és azt mondtam, hogyha itt valami nem történik, ha az ország nem indul meg, akkor itt vérfürdő lesz Temesváron, mindegy, az is lett részben. És hogy ezt a belső feszültséget valahogy levezessem, lementem és dolgoztam, fizikai munkát végeztem.
Akkor feljöttem, na mondom, megváltozott a világ. Hazamentem, kanalasztam a passzújlevest, amikor verték az ajtót. Diákjaim özönöltek be a tömbházlakás ajtaján, estisek, nappalisok. Egy kis alkohol már volt néhányukban. És mondták, na jöjjön tanár úr, és mondja, amit kell, mert maga tudja, hogy mit kell. Na jöjjön, és megfogta, kartőn ragadtak, és a tömegen keresztül, a tapstéren keresztül, a tömegen keresztül, felnyomtak oda a megyeházára, úgynevezett fehérházban, ahonnan Ceausescu szokott volt beszélni. Előttem ott Ferences István mondta el a diktatúráról szóló versét, már azt hiszem harmadszor. Borvé Gábor Esperes úr állt, és mondta, Benedek, úgy hírlik, hogy jönnek a szekusok Gyergyóból, mi lesz, ha ide érnek? Mondom, főtisztelendő úr, világos, hogy elsőnek állítnak falhoz minket, ha ide érnek, de nem hiszem, hogy ide érje. Aztán egyszer én következtem, volt két kicsi fenyő és a mikrofon közből, és beszélni kellett, már sötét filmben. Volt ahhoz a pár ezer, nem illuminált állapotban, de már jó, spicces állapotban levő tömeghez. Hát engem nagyon sokan ismertek, én megkockáztattam, hogy azt mondtam, hogy testvérek, örüljetek, hogy az Úristen megadta ezt a napot és ezt az órát. De az örömnek ezekben a perceiben se felejtsétek el, hogy ha tetszik, ha nem tetszik, mi egymás mellett éltünk, élünk és fogunk élni a románsággal. Egy és kettő, a forradalom nem jelent feltétlenül rombolást. Ezt se felejtsétek el. Megtapsoltak. Ezt más nem merte megkockáztatni, hogy akkor beszéljen a románság. Én ezt megmertem kockáztatni, mert volt olyan erkölcsi alapom erre, hogy... És megtapsoltak. És így kezdődött az én politikai karrierem ebben az új világban. Ez már a következő könyvnek a témája. Az erdélyi kötéltáncnak a témája. Tavasz, parlamenti választások is. Teljesen outsider posztban voltam, ötödik a Hargita megyei listán, úgy meg is nyugtattak Pataki Imre megyevezető és Turi Zoltán a helyi milyen közműnek a vezérigazda, hogy ó, mehetsz haza nyugodtan lefeküdni, mikor volt a szavazatszámlás, mert az ötödik, hát semmi esély arra, hogy az bejöjjön. És akkor hazamentem, és egyszer 4 óra körül szól a telefon, és Hajdú Gábor barátom mondja, hogy te szerencsétlen, azt mondja, nem, hogy bekerültél még a megye ada az országos kosárba 4560 szavazatot. Na, így lettem politikus képviselő, outsider helyzetből, köszönhetően annak, hogy a már járni sem tudó öregasszonyokat is odavitték szavazni, hogy mindenki elment. Én ennek köszönhettem a égből pottyant mandátumomat. Hát volt tanár, természetesen, hogy a legnehezebb helyre álltam a tanügybe. Tudtam azt, hogy nekünk a létkérdésünk az oktatás. Az teljes anyanyelvi oktatási rendszer, az értelmiség utánpótlás, tehát az anyanyelven történő főiskolai egyetemi oktatás, nem csak a tanárképzés, értelmiségképzés. És tudtam azt is, hogy az ellenállás a legnagyobb ellenállás ezen a téren várható. Ketten voltunk a 41 tagú parlamenti, az RMDSZ 41 tagú parlamenti csoportjában, 29 képviselő, 12 szenátor, akik nem tudom miért, de mindent leegyeztünk. Lehet egyfajta levezetése is volt a feszültségnek, lehet egyfajta önigazolás a későbbiekre, nem tudom. Bárányi doktor Temesvárról, Bárányi Feri, későbbi egészségügyi miniszter, és jó magam. Mindent leegyeztünk, éjjel, nappal, az esti megbeszéléseket, amikor a másnapi taktikát és stratégiát a Herestreu utcai székházban alakítgattuk, amit lehetett leegyezni.
És ezekből született egy könyv, aminek kéne folytatása legyen a Ellenzékben és Ellenszélben. 89. decemberétől 93. januárjáig a brassói kongresszusig, amikor Domokos Géza lemondott, és jött Markó Béla. Tehát az első kötet. Ha jó Isten még erőt és egészséget adna, hogy megírjam a második kötetet 93. januártól 96. novemberig, az nagyon jó volna. Meg van ígérve, mert sok rázós dolog kerülne ebbe a második kötetbe is belé. Miután leárt a két parlamenti mandátumom, nyugdíjaztattam magam 59 évesen, és hazajöttem Csíkba. És elővettek másfél év múlva Jakubinyi érsek úr és Markó Béla, gyere, menj csak be te a vallásügyhöz 2-3 évre. Van egy emberünk, de hát legyen egy katolikus, egy református, hogy vita ne legyen pénz felől sem, hogy támogatás, templomépítés, templomjavítások, stb. Na én bementem, de a 2-3 évből 10,5 év lett, és abból is a társamat visszavonták másfél év után, úgyhogy 9 évet egyedül. És el tudtam fogadtatni magam. Sok-sok pénzt szereztem, román kormánypénzt. Templomaink új templomok építésére. Itt van az angyalosnak nevezett csíkszeredai templom. Került 20 milliárd lejbe, és abbólak egy harmadát, pontosabban 6 milliárd 256 millió régi lejt, román kormánypénz. Mondták is itt Csíkban, hogy ez nem Istentől való, ezért biztos román misét is kell mondani. Mondom, nem fog kelleni román misét. Nem, és nem is kell. 2003-tól bekerültem a restitúciós bizottságba, úgy, mint, tehát ez másodállásba. Vallásügy és restitúció, az egyházi ingatlanok visszaadását adminisztráló bizottságban 5 minisztérium egy-egy képviselője, és én szavazati jog nélkül voltam az elnöknek a magyar ügyekben, magyar egyházi ügyekben illetékes tanácsosa. Hát abból a 2000 körüli egyházi ingatlanból, amit a 8 magyar püspökség, 4 katolikus, 2 református, unitárius és evangélikus visszaigényeltek, sikerült olyan 60%-át, tehát olyan 1200 körülit visszaadni. Persze, hogy fájó dolgok maradtak. A Batyáneum, a Bójai Kollégium, amit aztán Markó Béláik intéztek el Vásárhelyen, nem mi. És még mások. De voltak nagyszerű eredmények is. Nagyenyedi református kollégium, 10 épülete. Ugye? Igaz, hogy itt nagy volt már az kezdettől az ellenállás. Jöttek és mondták, hogy hát az nem igazságos, hogy az erdélyi városok központjai, mint vagy magyar, vagy német, vagy zsidó tulajdon. És akkor a románok hol voltak? Igen, mert nem engedték beköltözni őket a városokba. Ami nem igaz így. De éreztük az ellennyomást, azt, ami aztán a Mikó kollégium visszaállamosításában csúcsosodott ki. Ugye, amikor aztán megifogtunk a közösségi ingatlanoknak is, tehát a civil közösség, ott biza megbicsaklott az ügy, úgyhogy én mikor onnan félreálltam, lemondtam 2009. januárjában, akkor már érződött a nagy visszafogása ennek a folyamatnak. Természetes, hogy a román állam sose adott semmit se önmagától, a nagyhatalmak nyomására tett. A nagyhatalmak úgy fogják látni, hogy ez kell, akkor beintenek és folytatódik a restitúció. Ha nem, akkor nem. Ez ilyen egyszerű. A mai fiatalokban látod-e azt az elkötelezettséget, amit a te generációdban, és mondjuk még a miénkben is van. Én nagyon bizakodó vagyok a fiatalságot tekintve. Lehet, hogy nem edződtek meg olyan megpróbáltatásokon, mint mi. És ez nem is jó. Mert azok a megpróbáltatások nagyon sok személyiséget széttiportak, pervertáltak.
De nagyon sok ügyes fiatalt látok Kolozsváron is, itt is. Nagyon jól felkészültek, akik szerintem fogják tudni folytatni, ha nem átdorolnak ki időközben. Ez egy nagy probléma. Itt most a legnagyobb baj a kivándorlás. Amire már az Európai Unió is figyelmeztette a kelet-európai országokat. Olyan társadalmi folyamatok indultak el, azt mondták, hogy néhány év, évtized múltán összeomolhatnak a nemzetgazdaságok, a nyugdíjrendszer, kiürülnek ezek az országok. A Baltikumtól, Lengyelországtól, egész a Balkánig. Ez egy nagyon, ez a legnagyobb veszély jelen pillanatban. A depopulálódás, tehát az elvándorlás, a kivándorlás, a gazdagabb és más perspektívákat megcsillantó nyugat fel, nyugatra. Én azt hiszem, hogy nem éltem hiába. Van 3 gyermekem, 6 unokám, és mind itt vannak Erdélyben. Csíkba, illetve Kolozsváron. Ezt lehet tanítani a gyerekeknek, vagy egyszerűen látják a szülők példáját? Mind a kettő. Egyrészt a szülői példa nagyon fontos, de az ember megfelelő pillanatokban és megfelelő hangsúllyal a példa mellett el kell mondja a gyermekeknek, hogy az, hogy mi most itt vagyunk, az 20-30 generációnak a döntése, döntésének az eredménye. Mert mind elmehettek volna boldogabb tájakra, jobb életre, és itt hagyhatták volna a szülőföldet, Erdélyt. Nem mentek. Mert ha elmentek volna, mi most nem lennénk itt. Most feltevődik a kérdés nekem, aki egy szem vagyok a láncban, van-e jogom arra, hogy ezt az előző 20-30 generációnak a döntését csak úgy leseperjem az asztalról. Én azt hiszem, hogy nincs jogunk erre. Egészséget és jó munkát kívánok még, hogy sikerüljön befejezni a többi könyvet is. Köszönöm szépen, de jó Isten előírt. És még amennyit időt ad, hát igyekszem kihasználni. Mi, akik ma a szabadnak nevezett világban élünk, ugyanazt szeretnénk, mint az 1956-os forradalmárok. Magunk dönthessünk a minket érintő kérdésekben, hogy alapvető személyiségi és közösségi jogainkat ne érje csorba. Azt akarjuk, nyugodtan élhessünk Erdély bármely szegletében. Műsorunk hátra levő részében egy nemrég lezajlott eseményről számolunk be. A Lázár kastélyáról híres gyergyóvidéki település unikumnak számító termése, a szárhegyi káposzta minősége nem csak a helyiek számára ismert. Nemrég alakult meg a Szárhegyi Káposzta Termesztők Egyesülete, amely levédte ezt a terményt. A helyi hagyományőrzők 10 éve szervezik meg a Káposzta Fesztivált. A 10. híres Szárhegyi Káposzta Vásár és Fesztivál csúcspontja a díszfelvonulás a káposztamezőre, káposztavágás, a vásár és persze a kóstolás. A hangulatriport készítése közben alkalom nyílt a gazdákkal is beszélgetni a szárhegyi káposzta sajátosságairól. Ünneplőben gyülekeznek a gyergyószárhegyi vásártéren. A lovas díszfelvonulás útja a Cárinához vezet, ahol a messze földön ismert szárhegyi káposztát termesztik. Thank you.
A 10. híres szárhegyi káposztavásár és fesztivál csúcspontjához érkezett, a főszereplő maga a káposzta. Mindig is ünnep volt a székely ember számára az őszi termés számba vétele, amikor hálát adott az évi termésért, a munkáért, az egészségért. Régi szokásaink szerint egy vásárra kerül most sor. A gazda Lukács Géza, az ő birtokán vagyunk, ahogy volt régebb is. Galambosért cserébe, pálinkáért cserébe kapunk néhány fej káposztát. Megoldjuk, megoldjuk. Kerek a káposzta. Hogyan alakult ki a Káposzta Fesztivál hagyománya itt Gyergyószárhegyen? Hát ez nagyon régre nyúlik vissza, ez a 90-es évek végén, amikor volt egy hagyományőrző csoport, a Cika hagyományőrző csoport. A 97-ben alakultunk akkor, hát egy olyan 20-25 fős csoport volt, és velük együtt a faluban felkutattuk szájhagyomány útján a régi káposztavágás történetét, ugyanis a régebbi nénik, idősebb nénik magyarázták, hogy ez mekkora nagy ünnep volt Szárhegyen valamikor. Minket hagyományőrzőket nagyon érdekelt ez a dolog, és akkor elmeséltettük vele, hogy ez hogyan történt. Akkor derült ki, hogy ez Minden Szentekhez közeleső ünnep volt. A többi valószínű, hogy a Minden Szentek búcsú ünnepe is egy volt egyben. Ugye hát azóta a mikroklíma változott, azóta már hát eléggé más az időjárási viszony, de valószínű, hogy akkor a Minden Szentekhez közeleső héten vágták le a káposztát. Úgy történt, hogy a határt azt védték, tehát nem volt szabad bejárás a káposztás kertbe, és a kisdobos, amikor kihirdett a faluban, hogy holnap vagy a hétvégén káposztavágás van, mindenki akkor jött káposztát vágni, akkor a nagy vásárt szerveztek a mai park területén, ami akkor vásártér volt. Akkor jöttek a kereskedők, és akkor ilyen cserekereskedelem folyt. A káposztáért cserébe vásároltak lábbelit, ruhaneműt a családoknak, gyermekeknek. Akkor alakult ki a mondás is, hogy aztán egy szót se káposztavágásig, tehát egy évig akkor nem tudtak már vásárolni. Ezt a hagyományt, ezt mi rekonstruáltuk, és a Torzsások Turisztika Egyesület, amikor megalakult, ez egy civil szervezet, a falu turizmusban dolgozó háziasszonyoknak az egyesülete lényegében, ők ezt a hagyományt, ezt a szép szokást ők átvették, és ebből fesztivált, egy óriási nagy ünnepséget szerveztek, és ez most már a 10. Káposzta Fesztivál ebben a formában. Körülbelül milyen arányban foglalkoznak ezzel a falubeliek? Ez úgy van, hogy akinek nincs legalább egy pár fej káposztája legalább a háznak a kertjében, az nem is tartozik a szárhegyiek közé, tehát lényegében mindenki foglalkozik valamilyen szinten káposztatermesztéssel, de azt tudjuk, hogy akik jobban foglalkoznak, többen nagyobb mennyiségben termesztenek káposztát, az egy olyan 20 gazda körülbelül. Az ünnepséggel egy időben a káposztás kertekben megkezdődik a termés betakarítása. Sokan ezt kalákában végzik, napjainkban is, úgy, mint annak idején az őseik. Nagyapám még most is a magot ő termeszti meg otthon a kertbe. Gondosan ügyel rá, vigyázz rá, aztán nájlonzsákot húz, hogy az eső ne verje, tehát az időjárástól is ugye védi, hogy ne kerüljön penész. Kibontogatja, szárítgatja,
tavasszal elültetjük, tehát a magot, és június 15-e körül, akkor egy második szántás után, tehát tulajdonképpen a földet ősszel, ilyenkor, tavasszal, akkor a tavasszal, és ültetés előtt meg kell szántani, sor húzódik, elültetjük ugyanígy kalákával, és majd mindenki a sajátját majd gondozgatja utána. De hát nagyjából ennyi. Hát én is amióta tudom magam, egész fiatalon kezdtem. Itt ez egy huszáras föld, amint mondtam, valamikor nagyszüleim, ők az övéké volt, és kemény napsütésekben, nagy melegben, olyan is volt, hogy esőbe térdig süllyedtünk a sárba, és úgy ültettük a káposztát. Tehát nem könnyű egy munka. Sajnos értéke nem sok van, talán most egy picivel félkapott tablet, levédetve meg dolgok, de segített a levédés valami? Talán hírnevesebb lett, de meg kell győzni a vásárlót, hogy mennyire jó, mennyire finom ez a káposzta. Tehát valóban finom. Vékonyabb a levele, finomabb, zsengébb, tehát más. Kiviszik a piacra, vagy hogyan értékesek? Igen, kivittük a piacra, most már nem, tehát szomszédok, ismerősei jönnek, tehát nagyjából nekem is megvan a régi kuncsaftikör, aki viszi, és azoknak én elviszem, érte jönnek, ki hogy tudja. Tehát háztól. Valamikor jártunk a piacra is, csak most már annyi nincsen, hogy megérje is idősere. Na, ugye még munkahely mellett minden, tehát nehezebb egy picit az egész. Nem egy könnyű folyamat, de azt hiszem, hogy inkább a hagyományért próbáljuk csinálni, hogy fennmaradjon ez az egész. Őseink, ha csinálták, mi fiatalok is próbáljuk folytatni, csak mikor még más is van, akkor kicsit nehezebb. Vannak itt nagy gazdák, akik tehát erre fordítják minden energiájukat, pénzüket, azok nagyba viszik. Több a jövedelem biztos, de hát másképp megy. Mi tényleg csak az őseinket próbáljuk egy kicsit utánozni. És nem tud elkorcsosodni ez a káposzta? De igen, el tud, sőt, van egy olyan is, hogy például a szárhegyi palántot elültetik csomafalván, biztos, hogy nem szárhegyi káposzta terén, vagy a szárhegyi palántot elültetik egy más faluba, nem ugyanaz. Sőt, itt ezen a mezőrészen, nekem ahol van, az feljebb van, vagy két, tehát az úttól feljebb, ott vékonyabb a levele, finomabb a káposzta, mint itt. Tehát itt vastagabb az ormolyája, az a torzsa részinél, tehát más földenként is változik, azt hiszem. De mi adja tulajdonképpen a szárhegyi káposzta egyediségét? Kérdésünkre Lukács Géza kertész ad felvilágosítást, aki több mint 2 hektáros területen termeszt káposztát. Egy gyönyörű fejkáposzta. Végül is tényleg egy szép felszárhegyi káposzta, amit így már helyből megfigyelhető, hogy milyen vékony levelei vannak. A fejek simmák átfedik egymást, és nagyon gazdaságos, mert nincs tűrődés a fejekbe belül. Egy ilyen fejből akár 50 töltelékes káposzta is készíthető belőle. És ezért szeretik a gazdasszonyok. Hogy a helynek a specialitása, hogy alakult ez így ki? Hát ez egy érdekes jelenség van itt nálunk, mert egy olyan típusú talaj van, hogy alul agyagréteg van, messzes agyag. És a talaj összetétele megjelenik a káposztának az ízibe. Ezt leteszteltük, leellenőriztük, hogy ugyanabból a magvetésből ültettük különböző területekre káposztát, és a talaj annyit befolyásol a káposzta ízébe, hogy egészen különböző ízek
jöttek létre. Ezért van az, ezért is tudtuk az országba elsőként lemérni a szárhegyi káposztát, mint bejegyzett márkanév, mivel egy jellegzetes klímán, egy jellegzetes talajviszonyok között egy 300 éves káposzta termesztünk. És az, hogy monokultúrában termeszhető, nincsen. Ezen a területen több mint 100 éve káposztát termesztünk. És ez egy érdekes biológiailag is egy ellenállóságra való utalás, hogy más mindenki vetésforgót emleget, mindenki csak arról szól, hogy nem szabad egymástán ültetni. Itt olyan parcellák vannak, hogy 100 éve káposzta van benne, és nem is tettek mást, és folyamatosan az időjárás befolyásolja, egy picit szárasság, túl sok eső, ezzel ellen nem tudunk védekezni. Befőni nem tudjuk a területet, de öntözni most már tudunk, és próbáljuk elérni azt, hogy szép, nagy, darabos fejek legyenek, és minél tovább tudjuk ezt csinálni. Miért volt szükséges levédeni? Mi ennek a története? A levédés az most már... Annak egy előzménye az volt, hogy mivel minőség a káposzta, úgy megjelennek a hamisítók is. És az történt meg, hogy szárhegyi káposzta névvel teljesen fajtához, nem fajta azonos káposztát, úgymondom kupecek kereskedők, nem is kupecek nem kereskedők, próbálták eladni a rossz portékait szárhegyi káposzta névvel. Az illető megvette a szárhegyi káposzta idézőjelben a szárhegyi káposztát, pergamenes volt, nem volt ehető, és azt mondta, hogy nem vesz többet káposztát, lejáratta a szárhegyi káposztának a hírnevét. És nem volt semmi jogalapunk, hogy ő nem tudja kitenni azt a címkére, hogy szárhegyi káposzta, csak ez az egy módot láttuk jogilag, hogy márkanével védjük. Ez egy másfél éves procedúra volt, zsebben nyúltunk önerőből, szoktam mondani párt, és unió és semmi finanszírozás nélkül megoldottuk Szárhegynek. Az a lényeg, hogy a szárhegyi termelők szabadon használhassák a szárhegyi káposzta nevet, ha megfelelő káposztát, megfelelő technológiával termesztenek, és minőségi bizonyítványt tudunk kiállítani, ellátva szériaszám, sorszámmal és évszám pecséttel, amivel igazolja, hogy a szárhegyi káposztát termel. Jövőre nézve még keményebben fel fogunk lépni, mert úgy lesz megoldva, hogy akár interneten is követhető lesz, hogy ki termel szárhegyi káposztát, hányos házszám alatt, és hogy teljesen, ha valaki dolgoztak érte ennyit, most egy pár úgymond kereskedő, aki meg akar gazdagodni a mi eredményeinken, egy ne csapja be a vevőt. Ön, ha megvesz, kiad egy lejt, vagy két lejt, vagy akármelyet egy káposztáért, akkor tudja, hogy azt vette meg. Mert hiába vesz árulja 10 banival olcsóban azt a káposztát, hogy egy teljesen más jelleg a pergamenes, a kádban nem érik meg karácsonyra, és ez már csalás, kimeríti a csalás tényét. És ezért volt ez a lépés meglépve. Úgy érezzük, hogy jó volt, mert megszűnt az a piacon, Gyergyó példa, hogy megszűntek a címkék kirakva a kovásznai kocsikból, hogy szárhegyi káposztát árultak. Most már szól a telefon, hogy Géza Orotvána tegnap szárhegyi káposztát árultak. Bizony nem az volt. Indul el az ellenőrzés, és 50 ezer lej a büntetés, aki úgymond visszaél a névvel. Honnan vásárolnak, a környékről, vagy máshonnan is? A vásárlói rétegünk nagy része a Gyergyőmedence gazdaszonyai, de most már azok az emberek, akik úgymond elszármaztak innen a vidékünkről, akár Németország, akár Magyarországra, tovább vitték ők is a szárhegyi hírnevét is. Ha egyébben nem is, de nekik ők szeretnének karácsonyra szárhegyi káposztából töltelékes káposztát készíteni, és akkor ilyen szerveződések történnek, hogy ki jön erre, ki megy arra, ki hozza ki a káposztát, és ma is Németországba küldtek káposztát ki. Egy ilyen láncreakciót vált ki, mondta, egy közösség megkóstolja, rájönnek, hogy hú, ilyen káposztát ők nem ettek, no még akkor megint leszervezik, ki megy ki, és ha 200-300 kiló káposztát is, de ilyen kis közösségek alakultak ki, akik úgy veszem észre, hogy ragaszkodnak még a minőségi ízekhez.
A Szárhegyi káposztnál ez kimondottan a sarvalásra volt kinemesítve. Azért nagyon fontos és kiemelni ezt, hogy korán érült fajta, magas cukortartalommal rendelkezik, gyorsan elindul a teljesavas erjedés, karácsonyra késztermék válik belőle, és az a jó tulajdonság, hogy akár következő év szeptemberében is nem lágyul meg a kádban, nem megy szét, nem poshat, hanem akkor is szép aranysárgán ott van. A másik az, hogy villaérzékeny a levele, ugye amikor megvannak a töltelékek készítve, akkor ebben a villával hozzáérnek, és nincs az a pergamenesség. Egyszer elolvad az ember szájába az a levél, és ugyan nem kell levet köztetni a töltelékes káposztát ahhoz, hogy megegyük. Viszontom, nem kell striptiszt csinálni belőle, és a gyereket is mindenki szereti. Az ízével kapcsolatban az, hogy magas cukortartalommal rendelkezik, az azt jelenti, hogy gyorsan érik, ízletes, akár nyersen, így ahogy van, semmi körítés nélkül, most fent meg is fogjuk kóstoltatni, hogy csak magára káposztát és ehető, nem kell semmi hozzá, megjelenik az édes íze a szájába az embernek, és úgymond csemegének, mindenkinek szokatlan, aki nem kóstolta meg, hogy szárhegyi káposztát nyersen csemegének lehet enni, meg kell kóstolni, ha fent leszünk, és akkor beválik, hogy igazat mondtam-e. A fesztivál helyszínén a kulcsfigura továbbra is a káposzta. A gyerekvetélkedőn káposztás feladatot kell teljesíteni a kis csapatoknak. Egy szócse káposztavágási! Egy szócse káposztavágási! Nagyon ügyesek voltatok! De ugyanaz a káposzta szolgál alapanyagul a főzőversenyen, és abból készítették az eseményszervező Torzsások Kulturális és Turisztikai Egyesület asszonyai a fenséges illatot árasztó és minden résztvevő számára elégséges töltelékes káposztát. Sokan élnek a lehetőséggel, és a vásáron beszerzik télire a vékony héjú káposztát. A mi beszámolónk itt véget ér, de a 10. híres Szárhegyi Káposzta Fesztiválon az igazi mulatság még csak ezután kezdődik. Kedves nézőink, adásunkban ma többek között az 56-os forradalomra emlékeztünk. Aki később kapcsolódott be adásunkba, riportjainkat visszanézheti a Facebook közösségi oldalon Magyar Adás címszó alatt. Itt az Egyesen holnap ismét jelentkezünk. Ne feledjék műsoraink új kezdési időpontját, 15 óra 10 perc. Köszönjük, hogy ma is együtt lehettünk. Minden jót kívánok, a viszontlátásra! Az én tudomásom szerint az én gyerekem előtt már megkezdték mint ezt a szénégetés szakmát. Akkor kisebb bakságot adtak, nem ilyen nagyot. A korjában saját szekerükkel hordozták, aztán ezt eladták.